Idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját az értelmileg akadályozott, autista és halmozottan sérült felnőttek számára létrehozott Ikladi Szederfa otthon. 2000-ben vásároltuk meg azt az ingatlant, ahol most állunk, ez a Szabadságút 75 szám alatt lévő ingatlan. Kezdetekben szülői hozzájárulásokkal, nagyon sok önkéntes munka segítségével épült meg ez az épület, amit most itt láttok. A lakótani lakatás 2005-ben indult meg, a nappali ellátás pedig 2006-ban. Kezdetben 2-3 fiatal, majd egyre több fiatal az évek során költözött be ide a házba. A kezdeti 5 munkatársat most már sokszoros létszám váltotta fel. A környék szociális ellátását tekintve meghatározó szereplői vagyunk a térségnek. A növekedéssel folyamatosan bővültünk, bővítettük a házat és a szobákat, majd a tetőtérben került kialakításra az iroda. 2012-ben vásároltuk meg a mellettünk lévő ingatlant. Ez volt az első olyan pont, ahol végre külön tudott válni a lakhatás és a foglalkoztatás. A kézműves műhelyénk a Szabadság 77-be költöztek, itt tűzlománc műhely, a kerámia műhely és a fa műhely került kialakításra, a foglalkoztatás itt zajlik. Nappali ellátás, szociális foglalkoztatás és az elmúlt években akkreditált foglalkoztatás is zajlik a házban. A fiatalok fizetést kapnak a munkájukért, igyekszünk az ő termékeiket vásárokban, különböző helyeken értékesíteni. A Szederfa otthon 10 éves fennállása alatt folyamatosan fejlődött, amihez máskor is kapott már önkéntes segítséget. Idén útjára indította a Szederfa önkéntes napok rendezvénysorozatot, mely kapcsolódik a jubileumi eseményekhez, ugyanis az évforduló nyitó rendezvénye is egy önkéntes nap volt 2015. szeptember 11-én. A programon legnagyobb létszámban a General Electric Velesegyházi gyárának dolgozói vállaltak segítséget. A reggeli megnyitón Turba Attila, az intézményt fenntartó Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének elnöke üdvözölte a jelenlévőket az otthon udvarán. És ez a nap nem csak az önkéntes napról szól, hanem 10 éves ez az otthon, ahol most vagyunk, és az egyesület, aki az otthont fenntartja, a Gyöngyház Egyesület, az pedig 20 éves az idén. És arra gondoltunk, hogy ezt az évet az ünneplésnek szenteljük, és ez a nap az ünneplés kezdete. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ezt segítitek, hogy elkezdhetjünk ünnepelni. A rendezvénysorozat védnöke Vécsei László országgyűlési képviselő volt, akinek az otthon lakói saját kezük munkájával készült ajándékkal kedveskedtek. Köszönöm szépen! Csodálatos! Köszönöm szépen! Az egyedüllét, az elesettség, a hátrányos helyzet az önmagában mindig valami szomorú és reménytelen dolgot kellene, hogy jelentsen, azonban pont az ilyen napok mutatják meg, hogy ez egyáltalán nincs így. Mert ahol szükség van, ott mindig vannak, akik meghallják a hívó szót, mindig vannak, akik segítségükre sietnek, például itt az alapítványi lakóknak is. És én is szeretném megköszönni a cég dolgozóinak, hogy ezt a napot rászánták erre. A tíz éves kapcsolat, ez mindenképpen biztató. Már nem is nevezném kezdetnek, hiszen hosszabb idő ez annál, hogy pusztán kezdet legyen. Bízom benne, hogy folytatása lesz. Bízom benne, hogy fönnmarad az a jó szándék, ami a cégekben, szervezetekben megmutatkozott. Persze ez az emberek, az önök egyéni elhatározása nélkül nyilván üres szándék maradna, úgyhogy még egyszer köszönet önöknek, hogy részt vesznek ezen a mai napon. Iklad község alpolgármestere Ungi József is megtisztelte jelenlétével az alkalmat, és köszöntötte a résztvevőket. Mi nagyon büszkék vagyunk a község rá, hogy az Attiláék itt ilyen szép munkát végeznek, és amennyire csak tudjuk, próbáljuk támogatni, segíteni őket. Lehet, hogy ezt a kapcsolatot egy kicsit jobban el kellene majd mélyíteni a jövőben, de hát mi is azon leszünk, hogy ez sikerüljön, és akkor majd kicsit többször fogunk találkozni. Jézus köszönt megint a reggel, a nap benéz az ablakomon. Jézus köszönt megint a reggel, lépelem ezen a mai napon. Ahogy a nap ragyogja, fényel biztos a madarak, a reggel, ahogy te
beköszönsz szertesen. Lélek kiáll a minden reggel szeretetet átölel. Ahogy a nap ragyogja a fényed, biztos a madarak énekelnek. Úgy ragyogja és dalolja. A csapatok a megnyitó után elindultak a munkák helyszínére. Az ikladi Arany János utcában járdát betonoztak, kerítéslécceket festettek, füvet nyírtak és megtisztították az új nyílászárókat. Ebben a házban támogatott lakhatást indít majd az egyesület. Ez azt jelenti, hogy 4 olyan fiatalunk, aki már a lakóotthonban élt 10 éve, eljutott az önállóságnak arra a szintjére, hogy már egyedül is tudnak lakni, és ők fognak itt élni. Most egy kerítést szedtünk le, egy nagyon régi rossz kerítést, annak a vas szerkezetét csiszolják, festik az önkéntesek, és a léceket fogják felfúrni rá és lefesteni, illetve egy hosszú járdát építenek itt ki, aminek az alapkiásását készítették elő a munkatársaink, és most a szegélykő és a lapok lerakása zajlik. Korábban az épület két szintjén, mintegy 100 négyzetméter alapterületen a belső felújítást az egyesület saját erőből oldotta meg. Szeptember 11-én a kültéri tennivalókkal folytatódott a munka. A 4 fiatal, akik majd beköltöznek a házba, ezen a napon is lelkesen segítettek a feladatokban. Én vagyok a lakók közül egyik a legönállóbban cselekedő lakó, és én szinte önálló vagyok majdnem mindenben, amit csak lehet itt a házban elvégezni. Mindenben támogat, mindenben igyekszem a ház körül segíteni, ahol csak a erőmből telik. Tavaly előtt szereztünk róla tudomást, hogy ki fogunk költözni. Hát egyelőre még konkrétan nem tudjuk, hogy mikorra várható a költözés, mert még egyelőre még egy csomó minden még hátra van még a ház teljesen a átvételére. Az a 4 fiatal, akik kiköltözik az ingatlanból, gyakorlatilag az otthonuknak a helyszíne változik meg. Napközben ugyanúgy le fognak járni ide dolgozni, és a napirendben és a struktúrában ugyanúgy részt vesznek. Aludni és a hétvégi jelenlétben a saját otthonukba fognak hazamenni. Ebben az lakásban, ahova ők költöznek, nem lesz egy állandó felügyelet. Fontos, hogy ez a 4 fiatal egy előzetes fejlesztő felkészítés sem vett részt, és az elmúlt 10 évben bizonyították azt, hogy készen állnak egy önálló, nagyobb felelősséggel bíró önálló életvitelre. A támogatott lakhatást szeretnénk mindenképpen egy olyan mederbe terelni, hogy az biztonságos legyen a fiataloknak. Ez egy nagyon új projekt, ez a kitagolás projekt, ami az országban több helyen is zajlik. A térségben még nagyon kevés sikerrel indultak el ilyen lakhatási formák, úgyhogy ebben most mi is még ilyen próbaidőben járunk és puhatolózunk, hogy a fiataloknak minél jobb legyen és minél biztonságosabb. A General Electric veresegyházi gyára évek óta rendszeresen támogatja adományaival és az önkéntes munkaerővel a Szederfa otthon közösségét. A szeptemberi eseményre közel 50 fővel érkeztek. A GE most már több mint 25 éve van Magyarországon, több üzletága is képviselteti magát, és ez egy nagyon fontos karitatív dolgnak tartjuk azt, hogy a helyi szervezeteket támogassuk. Tehát ez nem egy egyszeri alkalom, hanem évente többször vannak visszatérő események is, amit évente megrendezésre kerülnek, és hát próbálunk a helyi közösségekkel együttműködve támogatni őket. Tehát például a környéken többször voltunk Magyaródon, a Pillangos óvodának a felújításában is, és hát ez sem az első alkalom, hogy itt Ikladon vagyunk. Ez mindig változó. Azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy nagyon élvezik ezt a munkatársak, tehát minden alkalommal, amikor szervezünk ilyet, akkor nagyon sokan részt vesznek ebben, úgyhogy igazából ez mindig változó, hogy kik tudnak éppen menni, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki évente több alkalommal is részt vesz ilyen eseményen. A Gyöngyház Egyesület igyekszik a minél nagyobb önellátás felé tendálni, ezért hozta létre 2013-ban a Szederbokor Szociális Szövetkezetet. Ugyanebben az évben Domonyban egy kertészetet alakított ki.
Most ezen a körülbelül 2 hektáros területen dolgoztak az önkéntesek, ahol egy kerti szerszámtartó épület felépítése volt a feladat. Ehhez a munkához a G önkénteseinek segítségét megelőzően nemzetközi támogatást is kapott a Szederfa otthon. A General Electric önkéntesei is hoztak támogatást az anyagvásárláshoz is, illetve itt 3 nappal ezelőtt már előkészületi munkák zajlottak, az alapozás, szintezés, ebben pedig egy amerikai szervezet önkéntesei voltak a segítségünkre, őket úgy hívják, hogy RecLife. Ez magyarul annyit tesz nagyjából, hogy ilyen random kedvességek a világban. Itt van a szervezet alapítója és vezetője, és az ő vezetésével 3 önkéntes dolgozik itt 3 napja, és ma még azzal is előálltak, hogy megnézték a költségvetését az önkéntes napnak, és 200 000 forint adományt felajánlottak még a további költségekre. A területen főleg paradicsomot, paprikát, padlizsánt, karalábét, zellert, céklát, sárgalépát és fűszernövényeket termesztenek a megváltozott munkaképességű dolgozók. Hosszú távon tervünk az, hogy egyfajta regionális helyi önellátást valósítsunk meg itt a zöldségek révén, tehát hogy teremjen annyi, amennyivel a saját magunk ellátását részben vagy csere útján biztosítsuk, esetleg idővel pedig felesleget is termeljünk, és akkor szintén feldolgozást, tehát ezt így még nem említettem, külön feldolgoznánk és termékeket készítenénk belőle a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos munkatársakkal, és akkor azt árusítanánk, cserélnénk, kereskednénk vele. A szerszámtároló épület kialakítása nagy segítséget jelent majd a célok megvalósításában. Az alapterület a 2 részből áll. Tehát a külső alapterület 6x6 méter, de az már magában foglalja a tornácot, ami 2 oldalról 1,5 méteren veszi körbe az épületet. A helység maga az 4,5x4,5 méteres, és abban 3 vagy 4 funkciót szeretnénk megvalósítani. Egyrészt a szerszámok tárolását, másrészt egy kis szerszámjavító lakatos műhelyecske sarkot, aztán egy kis feldolgozó sarkot, hogyha szeles hideg idő van, koszos dolgokkal akarunk foglalkozni, akkor arra is legyen mód. És az valószínűleg kint lesz már egy zöldségmosó részleg. A kert területén található egy épület is, aminek az egyik részében a Szederfa otthon gondozásában álló fiatalok szintén be tudnak kapcsolódni a munkába. Ez itt körülbelül 1 éve kezdtük el ezt a házat építeni, pályázati támogatásokból, egy részét magyar hazai forrásokból, másik részét LEADER pályázati forrásból, és itt egy száraz tészta készítő üzem létesült az alsó szinten. Az az egyesület munkájához kapcsolódó szociális szövetkezet működtetésében, a Szeder Bokor Szociális Szövetkezet működtetésében indult el, és a tetőtérben pedig egy agroturisztikai szolgáltatóház épül, lassan készen lesz, ahol pedig azokra a tevékenységekre, amit itt végzünk, kertészet, feldolgozás, egy ilyen szolgáltató idegenforgalmi tevékenységet szeretnék ráépíteni, ahol óvodás iskolás csoportoknak mutatjuk meg, hogyan kell kertészkedni, befőzni, tésztát készíteni. Míg a külső területeken folytak a munkák, Ikladon az otthonban a megszokott ütemben zajlottak a napeseményei. A gondozottak egy része a szomszédban található tűzzománc és fajáték műhelyekben vettek részt a foglalkozásokon, a többiek segítségével pedig ebéd készült a dolgos seregnek. Jelen pillanatban ugye adva van nekünk a tűzzománc égető kemencének a méretei miatt, ugye, hogy milyen tárgyakat tudunk csinálni, ezek tűzzománc ékszerek. Ezeket az ékszereket olyan 80%-ban ők állítják elő. Tehát, hogy minden munkafolyamatban részt vesznek, elég sokrétű a munkafolyamat, tehát sokféle feladatot tudnak csinálni. És erre nagyon-nagyon büszkék, hogy ők ezt tényleg kezükbe fogják, végigkísérik a munkafolyamatot, és nagyon nagy önbizalmat ad nekik ez.
A szorgos munkával jó hangulatban telt napzárásaként este 6 órától a Szederfa otthon 10 éves jubileumára és az alapító Apostol Éva halálának 7. évfordulójára emlékezve dr. Bár Miklós a Váci Egyházmegye püspöke tartott ünnepi szent misét az otthonban. Ha visszagondolunk az elmúlt évekre, az egymás iránti szeretet, az egymással való törődés formált, alakított benneteket. És tényleg ez az, amit meg kell köszönni a Jóistennek, és meg kell köszönnünk, hogy ő adta a gondolatot, ő adta az indítást, ő adta a meghívást Évának is, Attilának is, mindnyájatoknak, akik ebben a csodálatos szép szolgálatban részt vettetek. És miközben egymással törődtetek, egymásról gondoskodtatok, a ti lelketek is formálódott és alakult. És ez az, amit mi is Pál apostollal együtt mondunk, hogy hálát adunk az Úristennek.